Célunk, hogy a lexikális tudás helyett készségek, képességek fejlesztését helyezzük előtérbe annak érdekében, hogy tanítványaink a mindennapi életben megállják a helyüket, képesek legyenek kibontakoztatni tehetségüket, felismerjék lehetőségeiket és alkalmazkodni tudjanak a változó világ követelményeihez. Itt a Steiner Krisztián, a Széchenyi Iskola új intézményvezetője, az iskola honlapján található köszöntőben. Számára sem az intézmény, sem az oktatási irányítás nem új keletű feladat, hiszen vezetett már általános iskolát, iskolaközpontot, és dolgozott a fenntartói oldalon is 2012 és 17 között, amikor a Bonyhádi Tankerületi Központ vezetője volt. Amikor meghirdették ezt a pályázatot, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta, akkor én ebben egy nagy kihívást láttam. Én korábban Baranya megyében, a Hidasi Benedek Elek Német Nemzetiségi Általános Iskolában voltam igazgató, amely feladatot nagyon szerettem, de úgy gondoltam, hogy ennek az intézménynek a vezetése az jóval nagyobb kihívás, jóval több lehetőséget tartalmaz. Ezen kívül én ugyanennek az intézménynek az elődjét már vezettem. Amikor 2008-ban megalakult az akkori Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény, akkor annak én voltam az első főigazgatója. Onnan viszonylag sok emlékem maradt még, és azt gondolom, hogy elképzeléseim is megvannak a jövőre vonatkozóan, ez hozott ide. A törvény jogszabályi változások miatt egyrészt az óvodák már nem tartoznak hozzánk, a pedagógiai szakszolgálat nem tartozik hozzánk, tehát jelentősen átalakult, inkább úgy fogalmazok, hogy letisztult struktúrával rendelkezik már ez az intézmény, de talán lehetőséggel is többel rendelkezik, mint korábban. Krisztián azt mondja, az ő fejében egy jó iskola olyan, amelyik nem a másikhoz képest határozza meg önmagát, hanem a saját előnyeit és értékeit mutatja meg a szülőknek, és ezt igyekszik átadni a diákoknak is. Ez egy ilyen iskola. A művészetoktatástól a gimnáziumi képzésig, az emelt szintű testnevelésig gyakorlatilag mindent lefedünk, és azt gondolom, hogy a kakasdi iskolát is megemlítve szólni tudunk a kis létszámú osztályok tanulóihoz és a 18 évet betöltött tanulókhoz is. Én azt szeretném elérni, hogy a most meglevő vezető szerep a jövőben is megmaradjon. Úgy gondolom, hogy meg kell mutatni, hogy az nyelvoktatás területén a Bonyhádi Általános Iskolának olyan hagyományai vannak, amelyek egyedülállóak. Azt gondolom, hogy a művészetoktatást a továbbiakban is folytatni kell, sőt erősíteni kell. A gimnáziumi képzést mindenképpen szeretném megerősíteni, illetve a köztudatba jobban bevinni. És azt gondolom, hogy fontos, hogy a szülők számára megmutassuk, hogy ez egy olyan iskola, ahonnan jó eséllyel tudnak tovább tanulni, és megvalósíthatják a gyermekek az álmaikat. Annak ellenére, hogy több középiskola is működik Bonyhádon, nem gondolja, hogy versenyezniük kéne egymással. Sokkal inkább azt, hogy közös ügyük a diákság minél nagyobb számú képzése olyan szinten, amely versenyképessé teszi őket. A mi iskolánk és a város többi iskola is a gyerekekért dolgozik. Ez a legjobb szerintem. Igazából ennek a nyertesei csak a gyerekek lehetnek. Én azt gondolom, hogy a mi feltételrendszerünk is olyan, hogy büszkén állhatunk a kihívások elé. Tehát én még egyszer mondom, hogy nem versengésről beszélnek inkább, hanem egy gyerekek érdekében történő egészséges munkálkodásról. Egy olyan közösséget szeretnék létrehozni, amelynek tagjai szeretnék itt az iskolában folytatni a munkájukat, az iskoláért dolgoznak, és talán a jelenleginél is családiasabb légkörben folytatják a munkájukat. Ezt kicsit szeretném áttemelni a kisiskolák hagyományaiból. Ahol én voltam, ott az volt a jellemző, hogy ugyan kevesen voltunk, mindenki végezte a munkáját legjobb tudása szerint. Szerintem ez kiterjeszthető egy nagyobb iskolára is. Természetesen erre lehet törekedni. Én úgy gondolom, hogy ez együttműködés kérdése, illetve ez vezetői feladat is, hogy olyan hangulatot tudja kialakítani, amelyet mindenki magáénak érez, és egy cél érdekében együtt fog működni és dolgozni. Amikor megkérdeztem, van-e még valami, amiről beszélni szeretne, elmosolyodott. Tudod, a három gyerekem ide jár, mondja, a legkisebb alsós, a középső felsős, a legnagyobb gimnazista. Elég pontos képen van arról, milyen iskolát vezetek. Ha ezt magamról nem tudnám, otthon megkapnám a felvilágosítást. Ez pedig még személyesebb és még szorosabb kötődést jelent köztem és az iskola között.